Nagyszerű hír a kistarcsaiaknak és a környéken lakóknak, hogy december elejétől január végéig élvezhetik a korcsolyázás nyújtotta örömöket a Csigaház mellett felállított műjégpályán. Az ötletgazda Juhász István alpolgármester volt. Ez egy speciális anyagból összeépített pálya, amire egy még speciálisabb anyag van felvéve, aminek a nevét nem is igazán tudtam megjegyezni. A lényeg az, hogy ugyanazt a hatást fogja kelteni, mintha jégen lennétek, ugyanúgy csúszik, ugyanúgy tudtok rajta korcsolyázni, és remélem, hogy jókedvel, egészséggel fogjátok használni ti is, illetve majd később a szüleitek is. Úgyhogy ezt a szalagot mindjárt átvágom, és utána itt az urak ki fognak hozni nektek korcsolyákat, és már ki is próbálhatjátok. Úgyhogy remélem mindenki tudja, hogy körülbelül hanyas a lába, gyakorlatilag minden méretű lábra van korcsolyánk, úgyhogy még egyszer kellemes szórakozást kívánok nektek. A műjégpályán kicsik és nagyok is kipróbálhatják magukat. A kistarcsaiaknak kedvezményes a belépés, délelőttönként pedig a helyi óvodás és iskoláskorú gyerekek a testnevelés óra keretei közt tanári felügyelettel díjmentesen használhatják. Én nagyon örültem, hogy kistárcsal is lehet majd korizni, és nem kell bemenni Pestre, mert én nagyon szeretek korizni, és régebben nagyon sokat korcsolyáztam. Barátokkal nagyon sokat fogok jönni, az öcsémet is tanítgatni fogom majd a jégen, és a szüleimmel is remélem sokat fogunk tudni eljönni ide. A mostani pálya az első műjégpálya Kistarcsán. Polgármester úr, még alpolgármester korában a volt Forfa iskolában, volt Szent István iskolában csináltak ott összeállva egy közösen egy jégpályát, tehát rendesen mentek mind reggelente, esténként is tocsolták, és akkor volt ott egy ilyen jégpálya, és már akkor is nagyon sokan látogatták. Azóta sajnos nem tudtunk ilyet csinálni még, ami ezt tudta volna pótolni, és most ezzel az új technológiával próbálunk egy újabb szolgáltatást nyújtani a lakosoknak. Az árak meghatározásánál fontos volt az, hogy mindenki megtehesse, hogy eljön ide a jégpályára és kipróbálja, lehetőleg minél többször. A költségeket az önkormányzat által minimális ellenszolgáltatást kérünk, tehát tényleg pár száz forintért lehet itt korcsolyázni. Kistarcsai polgároknak lényegesen nagy kedvezmény van az árból, tehát szinte ingyen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, aki szeretné kipróbálni. Kistarcsán a Csigaháznál felállított műjégpálya december 2-ától január 29-ig várja a sportolni és kikapcsolódni vágyókat.